Kultúra rovatunkkal folytatjuk a délelőttet, és a Deák 17 galériába fogunk látogatni párhuzamos valóságokról lesz majd szó. Itt van már Kaposi Dorka stúdióban. Szia, jó reggelt kívánok! Számos. jó reggelt! Párhuzamos valóságok, tegnap nyílt ez a kiállításatok. Mire kell itt a cím itt alatt gondolni? Minden olyanra, amire valóságban mondjuk látunk vagy számítunk, és, és hogy igazság szerint többlet tartalmaomról van szó. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes kiállítás. A, a jelenlegi technológiai újdonságokat és művészeti értékeket mutatja be különböző médiumokon keresztül. Például van egy ékszertervező, aki számítógépes játékot tervezett ahhoz, hogy hogyan lehet a saját ékszerében belemerülni. Van, van egy olyan növény, aminek meg lehet hallgatni, hogy milyen dallamokat produkál van egy olyan jég hegy ami ugyancsak melódiákat játszik le és ez mindez interaktív, tehát hogy lehet lehet. a fogom miről beszélsz Nagyon nagyon furcsa világ, de az gondolom, hogy mondjuk a Deák 17 ugye gyermek és ifjúsági galéria, a gyerekek talán nem tudom, hat évesek, 7 éveseket hát nálunk sokkal jártasabbak ezekben a dolgokban. Ö, igen, a kiállítás picit erre is próbál fókuszálni, hogy a mai okostelefonok világa mellett Ugye majdnem, hogy csak minden gyerek már elkezdi az általános iskolában a telefonos játékokat játszani, hogy hogyan lehet ezt így tovább vinni, tehát hogy milyen hogy ezeknek a technológiai újításoknak megvan így hogy a saját maguk szépsége is, vagy esztétikája is, és hogy lehet pedagógiai, vagy pedig didaktív, didaktív folyamatokba is átvinni. Igen, tehát, és ezért is a címe a, a, kiállításnak az, hogy párhuzamos valóságok, mert hogy mindez, amit megszoktunk a környezetünkben, amit az agyunk felfog, főleg látás segítségével, ezeknek a, a kiállított vagy a kiállított tárgyak plusz információkat hordoznak, tehát olyan interaktív tárgyak, amik vagy érintéssel, vagy hanggal tudnak változni. Ahogy írjátok a kiállítás Igen. leírásában, vagy bemutatásában is, a párhuzamos valóságok csoportos kiállítás uh -huh. növényekből, üvegből, betonból, találtárgyakból, hangokból és pixelekből építkező személyes univerzumokba kalauzol bennünket. Azt látom, vagy hát te is említetted, hogy az oktatásban egy csomó, csomó helyen használjuk a, a digitális technikát, és Kezdjük megtalálni végül is a helyét és a, és a uh -huh. szerepét ezeknek az eszközöknek. Most a művészetben, a, a művészeti oktatásban gondolom ugyanúgy megjelenik, de jó-e, ha uh -huh. mondjuk a művészetben megjelenik ez a fajta digitális világ? Szerintem ez nem egy... Vagy nem kérdés? Vagy nem egy vagy igen-nem kérdés, hanem hogy ezzel nem nagyon lehet mit tenni. Tehát, hogy ez a művészetben jelen van, képzőművészetben, designban is. Egyébként a Mohaj Nagy Művészeti Egyetemnek van külön egy csoportja, ki ezzel foglalkozik, és hogy erre is felhívja a kiállítás a figyelmet, és, és hogy az az érdekes, hogy csak magyar kiállítók vannak, csoportok, kiállítói csoportok, és hogy mindenki tulajdonképpen ezzel foglalkozik. Tehát, hogy ez úgymond elkerülhetetlen, hogy az új technológiák, ahogy te is említetted, hogy ez a képzőművészetben is jelen van. Mely korosztályt érinti meg jobban ez a kiállítás? Mert itt ugye gyermekekről uh -huh. és ifjúságról uh -huh. is beszélünk, gondolom azért minden kiállításnak kell szólnia, ugyanúgy uh -huh. a kicsikhez és a, és a nagyokhoz is, de itt mely korosztály Igen. felé billen a mérlegnyelve? Igen, ez inkább az idősebbeknek szól, tehát a 12 éven felüli gyerekeknek, ők ö, ö, tudják jobban akár használni, vagy érteni is, vagy megérteni, hogy ezek a ö, munkák hogyan is működnek, interaktív kiállítás, tehát sok esetben igen a, a nézőt arra is kérjük kérjük fel, feliratokkal, hogy tapints, meg, nyújt hozzá, nyugodtan lehet, bátran hozzá lehet nyúlni, amit mondjuk egy kiállító térben kevésbé ö, ö, szokja meg az ember, hogy, hogy hozzá lehet ö, munkákhoz nyúlni. Tehát, hogy ez ebből a szempontból is egy eléggé rendhagyó tárlat. A kicsiket ö, talán azzal lehet megfogni, hogy vizuálisan ö, ö, is szép maga a kiállítás, nem csak a, a, tehát, hogy látványos is, és hogy a és hogy, ö, sze, ö, kezemben van ez a szórólap, hogy van ez a két ö, kék csík, ami egyébként a grafikai vagy arculati eleme a szórólapnak is, és magának, magában a kiállító térben is szerepel ez a két. Ö, párhuzamos kék csík, ezzel is utalva a kiállítás címére. Tehát hogy ez egy nagyon összetett és sokrétű kiállítás, így nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is ajánlom. Nagyon jó, pont a felnőttekről Igen. akartalak kérdezni, mert általában a, a galéria kiállításaikor mindig azt mondjuk, hogy ez egy családi program. Itt ugyanúgy a, a szülők, a nagyszülők is jól tudják magukat érezni, Na most a konzervatív nagymamák és nagypapák Igen. mit fognak szólni ehhez a kiállításhoz? Van egy feladatlapunk és a kiállításhoz, ami pont a, a, a laikus nézőket szólítja meg, hogy a feladatlap segítségével nagyon egyszerű feladatok, tehát hogy. Kereséssel, akár a, a képleírásokban rá tud jönni, hogy miről szól egy-egy anyag, vagy egy-egy munka, fel, tudja, fel tudják együtt fedezni ezt a kiállítást. Lesznek egy, igen, lesznek egy kísérő programok a kiállítás kapcsán, mert látom, uh -huh. hogy december 15-ig, tehát most egy hónapig nyitva lesz. Lesz még egy tárlatvezetés, tegnap nyílt a kiállítás, a Nemes Attila művészet történész nyitotta meg, és két hét múlva, tehát november 28-án lesz még egy tárlatvezetés is, a kurátorral és a résztvevő képzőművészekkel javaslom mindazok, akik mondjuk szeretnének ebben a témában jobban belemerülni, vagy pedig akár játékfüggők, vagy jobban belelátnak ezekbe az informatikai újításokban, hogy jöjjenek el, mert hogy akkor első kézből tudják ezeket a munkákat nem csak megismerni, hanem az alkotókat is megkérdezni. Említsünk még egy kicsit, vagy uh -huh. beszéljünk még egy kicsit a másik kiállításról is, ha jó töröttek címmel, uh -huh. az elmúlt héten nyílt, és szintén december 15-ig tart nyitva, egy, az is egy különleges tematikájú kiállítás. Uh, itt milyen világba kalauzoltok minket, mert ez is tényleg egy külön világot mutat nekünk. Igen, ez a kiállítás inkább a kisebbeknek szólt tehát, hogy ez valóban háromtól 10-12 éves korúaknak ajánlott kiállítás, és persze hozzá kapcsolódó vagy hozzátartozó szülőknek is. Ez egy A hajó töröttek, egy animációs filmsorozat. Szejler Péter a, 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 a sorozatnak a rendező. Hamarosan fog egyébként a köztévében is megjelenni ez a, ez a sorozat de ö, elsőként a galériában ö, lett bemutatva. Az animációs ö, filmnek ö, nem csak egy-egy jeleneteit lehet ö, megfigyel vagy megnézni, tehát olyan kulisszatitkokban kalauzol el a kiállítás, amire mondjuk nem is gondolnánk, hogy ilyen háttér munkát igényel egy animációs ö, film. Ö, vannak figuratervek, van, van a storyboard, ami azt jelenti, hogy, hogy ö, Lerajzolják, hogy képkockáról képkockára mi fog történni, ami egy picit képregényszerű, de mégis benne vannak például mozgásirányok, hogy mi merre fog mozogni, vagy pedig mi, mi fog alatt a szövege, hogy mi fog történni pontosan. Hm. És, hogy, és hogy persze a filmet is meg lehet tekinteni, plusz még a filmet olyan Túlélési felszerelések inspirálták, mint például csomózások, kötözések, vagy pedig különböző paritja köveknek a használata. Fiús <sírus témának> tűnik. <sírus> teljesen, hogy, hogy, hogy ezek a, a, túlélő felszerelések is ki vannak állítva mindezek mellett a, az új, te, mindezek mellett a filmes kockák mellett, vagy filmes téma mellett. Akkor Tehát ez is egy ilyen kettős téma, hogy itt a nomád világ és a digitális világ akkor ugyanúgy megjelenik a kiállításban. Igen, végül ez is egy két párhuzamos valóság, hogyha ö, ö, így tudnánk rátekinteni. És hogy a kiállítás érdekessége még az, hogy maga a sorozat egy kisfiú és egy nagypapa főszereplésével de létrejövő sorozat, és minden egyes epizódban egy túlélési technikát alkalmaznak. Tehát, hogy itt is előjön a pedagógiai vonatkozása ennek a filmnek, és még az az is még a szerintünk a fontos mondani valója, hogy két generáció együttesen egymás, ha, egymásra hatva tud megoldást találni bizonyos problémákra. Tökéletes családi programnak tűnik a nagypapák és az unokáknak. Dorka, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Ahogy látom, ismét sikerült egy izgalmas novembert összeállítanatok. További hasonló munkákat kívánunk nektek. Én köszönöm a lehetőséget.